Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszlüsszé Stúdió Kft. Szexárd. www.eszlüsszéstudio.hu. Vika végzett a nővel. Az áldozat munkáltatóját most ítélték el. Közel 1200 embert hurcoltak el Bonyhádról 1944-ben. Jövőkép. Diákokat keres fel Szexárd polgármestere. Íj és nap az egyetemen. Egykori névadójukról emlékeztek. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Feldühödött Tenyész Bika gyilkolt meg egy nőt Tolna Némediben. Az áldozat fejőnőként dolgozott egy tehenészetben, a tragédia a munkája közben történt. A nő egy kollégájával közösen tartózkodott az egyik istállóban, amiben tejelő tehenek és a támadó Bika szabálytalanul együtt voltak. Ez vezetett a halálesethez, a Bika ugyanis megvadult, miközben a teheneket akarták kihajtani, és falhoz csapta a nőt. Az ügy miatt az áldozat munkáltatójának kellett felelnie. A bíróság szerint ő volt az, aki engedélyezte, hogy a bikák szabálytalanul a tehenek között tartsák, és emellett még egy sor másik jogsértést is elkövetett az istálló kialakításakor. A bíró ezekért foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt 1 év 8 hónap fogházbüntetésre ítélte, amit 3,5 évre felfüggesztett. Az ítélet lényege szerint a vádlott a tehenészetnek a vezetője, mint munkáltató olyan szabályokat sértett, amelyek közvetlen okozati összefüggésben álltak a sértett halálával. Többek között a tekintetben, hogy a halálos balesetet okozó tenyészbikát nem elkülönítetten tárolta a tejelő tehenektől, nem volt szabályszerű a tárolása, illetve nem volt meg az a bizonyos orrkarika, amivel vezették volna, és ez okozta, hogy nem tudták lefogni, így a sértett életét vesztette. Bűncselekmény és akár börtön is járhat azért, ha valaki az ünnepekre vásárolt nyuszitól megszabadul. Az állatvédők szerint gyakran előfordul, hogy a megönt nyulakat, kis csibéket dobozva zárva kiteszik az út szélére, pedig a háziállatként tartott állatok életre képtelenek. Ezért azt javasolják, hogy a felelős szülők ne vásároljanak és ne is béreljenek állatot kizárólag az ünnepek miatt. Ezek helyett plüss figurát, csoki díszeket vegyenek, vagy látogassanak meg egy állatsimogatót. Oroszlán fejű, házi és mezei nyúl. Ebben a szexádi kisállatkereskedésben több fajta és méretű nyulat lehet kapni. Húsvét előtt különösen sokan keresik ezeket az állatokat, sok vásárló azonban már előre jelzi, hogy visszahozná őket az ünnepek leteltével, amire a kereskedő lehetőséget is ad. Egy nyuszi ára 2000 forinttól 7000 forintig terjedhet. Megpróbáltuk összeszedni, és akkor elhelyezni őket. De hát ugye nem is olyan egyszerű elhelyezni egy vadidegen nyulat, mert a tenyésztőnél ugye van egy bizonyos állomány. És a járványvédelmi szempontból behozol egy idegen nyulat, akkor azt karanténba kell tenni. Tehát nem lehet csak úgy összerakni a többivel. Fiát Szilvia, a Tolna megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány elnöke éppen arról az évekkel ezelőtti esetről beszél, amikor azzal hívták fel őket, hogy magára hagyott nyulak ugrálnak a szexádi Prométheusz parkban. Fiát Szilvia azt mondja, bár ilyen kirívó eset mostanában nem történt, még mindig jellemző, hogy kizárólag az ünnepek miatt vásárolt, és később a család számára terhet jelentő állatoktól különféle formában megszabadulnak az emberek, pedig ez bűncselekmény, és akár letöltendő börtön is járhat érte. Azt, hogy élő állatokat veszünk, és még itt arról is beszélhetünk, hogy van, aki kölcsön vesz valahonnan állatod, ez gyakorlatilag állatkínzás, mert ezek az állatok is élőlények, éreznek, fájdalmat éreznek, örömük is van, és például van olyan is, amikor nagyon korán választják le a nyuszikat, és akkor nem tudnak még átszokni a száraz takarmányra, és sajnos el is pusztulhatnak. A néhány hetes kis nyuszik ugyanis nincsenek hozzászokva a folyamatos dédelgetéshez, ahogy az érzékeny állat azt is megsínli, ha nem megfelelő takarmányt kap. Az alapítvány elnöke ezért azt javasolja, ha a szülők semmiképpen sem szeretnék kihagyni a nyuszit az ünnepekből, akkor vagy egy nyúltenyésztőt, vagy egy állatsimogatót látogasson meg a család.
Április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben a náci megszállókkal együttműködő magyar közigazgatás és rangvédelem tagjai ezen a napon kezdték meg az első gettók és gyűjtőtáborok felállítását. Bonyhádról közel 1200 ember deportáltak, rájuk emlékeztek a zsidó áldozatok helyi emlékművénél. 1944. április közepe és július eleje között német adatok szerint összesen 437.402 fő zsidó gyűjtsenek össze, hogy aztán tehervagonokba zsúfolva, több száz kilométert utazva a végállomás valamelyik haláltábor legyen. 147 szerelvényből az Auschwitzba tartó utolsó vonatok egyike vitte a bonyhádi zsidókat a halálba. A 75 évvel ezelőtti eseményre emlékeztek az áldozatok emlékművénél. Bonyhád 1200 polgárát veszített el, akiket először Pécsre, majd onnan a haláltáborokba hurcoltak. A zsidóság emléke ma is ott él a Völcsék fővárosában, hiszen számtalan épület, köztük a majdnem romos zsinagóga is emlékeztet mindenkit arra, egykor éltek itt emberek, akik mindennapjaikban építettek egy várost, egy kultúrát, egy közösséget. A zsidóságnak a jelenlétét Bonyhádról ugye megpróbálták eltörölni, de az a fejlődés, amit a város átélt a zsidóságnak a megjelenésétől kezdve egészen a úgymond elüldözésükig vagy meggyilkolásukig, az letagadhatatlan. Tehát akár gazdasági életben, akár a kulturális életben, akár a sportéletben, nyilván ez vissza lett metszve erősen 44-ben, illetve 56-ban, amikor szinte teljesen megszűnt a bonyhádi zsidó közösség, de mégis azok az épületek, az a szellemiség, ami ezt a várost addigra jellemezte, az kitörölhetetlenül benne maradt Bonyhádon. Pasitka Herman lelkész, a bonyhádi emlékmű alkotója többek között arról szólt, újra és újra beszélni kell a 75 évvel ezelőtti történésekről annak érdekében, hogy az újabb generációk is szembesüljenek mindazzal, ami Magyarországon történt. Ezzel a tisztánlátással megakadályozható, hogy a történelem megismétlődjön, mondta a lelkész. Középiskolás osztályokhoz látogat el Szekszárd polgármestere a következő napokban, hogy arról beszéljen a fiatalokkal, Szekszárdon képzelik-e el a jövőjüket. Ács Rezső elsőként a helyi első Béla gimnázium 18 éves tanulóit kereste fel. Mindenki el tudja dönteni, hogy ez engem érdekel, nem érdekel, tehát tud választani. Rendhagyó osztályfőnöki órát tart Ács Rezső Szekszárd polgármestere. Nem csak a városvezető beszélt, a diákok közül is többen éltek a lehetőséggel, és elmondták véleményüket arról, hogyan és hol képzelik a jövőjüket. A rendhagyó osztályfőnöki órának éppen ez volt a célja. Kíváncsiak vagyunk arra, és pozitívak a tapasztalatok, hogy ki képzeli el itt a jövőjét Szekszárdon, ki az, aki itt maradna, vagy visszajönne, és természetesen azt is fontosat hagyjuk, hogy visszafelé is megtudjon az információanomás. Az első Béla gimnázium után a város polgármestere még 7 szekszárdi középiskolát keres fel, hogy ott tanuló fiatalokkal beszélgessen. Nem csak a megyeszékhelyre tervezett fejlesztések kerülnek majd szóba, hanem a témák között kiemelt szerepet kap például, hogy milyen szórakozási lehetőségekre vágynak a fiatal felnőttek, vagy hogy milyennek érzik Szekszárd közbiztonságát. Azt gondolom, hogy ezek a személyes találkozások nagyon fontosak az élő együttműködés szempontjából. Annak külön örülök, hogy aktívak a gyerekek, tehát nem csak én beszélek, és nem is az a lényeg, hanem inkább az, hogy ők beszélnek, ők pedig őszintén elmondják a véleményüket, elmondják a közbiztonsággal kapcsolatos félelmeiket, esetleges javaslataikat, hogy a rendezvényeken mit kellene másképp csinálni, milyen olyan közösségi telekre lenne még szüksége, ha jól érezzük magukat. A város vezetése most azt tervezi, hogy a későbbi fejlesztési tervekbe beépítik majd azokat a javaslatokat, amiket a diákok megfogalmaznak. A hétvégi rossz időjárás ellenére is mintegy 1000 regisztrált résztvevő vett részt az 5. város szépítő nagytakarításon Szekszárdon. Az esemény során a város közterületeit tisztították meg, összesen mintegy 1,5 tonna szemetet összeszedve. A zsákokba főként cigarettacsik, papírhulladék és műanyag palack került, de találtak ruhaszárítót, bőröndöket, autógumikat és egy működésképtelen fűnyírót is. A közeljövőben a város önkormányzata több hasonló akciót tervez megrendezni.
Egy nem régen létrejött szekszárdi civil szervezet, a 7100 a Városod nevű közösség tagjai ültettek fákat. Egy nap leforgása alatt három városrészben 50 juharcsemete talált nekik köszönhetően termőtalajra. Nem csak beszélnek a szebb és élhetőbb Szekszárdról, a város irányító számáról is elnevezett fiatalokat tömörítő civil szervezet, a 7100 a Városod, tesz is érte a jelekből ítélve. Zöld, zöldebb és még zöldebb, ez a jelszó, ami abszolút prioritás náluk. A lányok fiúk keresve kutatják városszerte a kínálkozó lehetőségeket, elbeszélve az ott élők, lakók ilyen irányú igényeiről. Először nem a központi városrészeken tűntek fel, mint például most legutóbb a város egyik legmagasabb pontján, a Bottyán-hegyen, az amúgy tényleg szépen zöldülő, remek játszótérrel rendelkező Zöldkert utcában. A lényeg egy nap, három helyszín, 50 csemetefa. Itt a Zöldkert Bükk utca közötti játszótéren, a Kápolna térnél lévő játszótéren, illetve az ötös iskola mellett. Tulajdonképpen az önkormányzattal, illetve a Gement ZRT-vel közösen csináljuk ezt az akciót, illetve a vízmű segít még nekünk, a mobil tűzép, és Kárpáti Zoltán ajánlotta föl a karókat a facsemetékhez. A korai juhar facsemeték amellett, hogy ékességei lesznek az úthoz közeli területnek, az ültetők reményei szerint még árnyékot is adnak majd, ami a kisgyermekes anyukáknak egy új találkozó helye lehet ebben a városrészben. Szeretnénk ezt az akciót folytatni. Az idei évben a célkitűzésünk az, hogy 100 darab facsemetét ültessünk el Szekszárd közterületeire. A későbbiekben szeretnénk mindenképpen a lakóközösségeket bevonni, illetve hogyha vállalkozásokat is meg tudunk nyerni, annak érdekében, hogy szponzorálják ezt a környezettel kapcsolatos akciót, akkor annak nagyon örülnénk. A nemes ügy mellé minden bizonnyal még többen odállnak. Elsők között az önkormányzat. A faültetéseken személyesen megjelenő polgármester Ács Rezső fontosnak tartotta ezúttal megjegyezni, ezt nem felülről vezénylik, hanem a lakók felmerülő igényeit teljesíti a munkálatokat megszervező és el is végző új szekszárdi civil szervezet 7100 a Városod néven. Kútba esett ősz gida mentéséhez riasztották a tűzoltókat Ozora közelében. Az állat egy másfél méter széles és 7 méter mély kiszáradt ásott kútba zuhant. A pórójárt ősz gidát a tűzoltók mentőkötél és létra segítségével kimentették, majd a helyszínen tartózkodó vadász megitatta és szabadon engedte. Szekszárd felsőoktatási intézményének korábbi névadójáról, Illyés Gyuláról emlékeztek meg a mai kultúra-tudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karon. Az Illyés napon volt rendhagyó irodalomóra, hallgatók által készített versfilmek, hagyományos koszorúzás és interaktív kiállítás is. A Pécsi Tudományegyetem kultúra-tudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karán az intézmény korábbi névadójáról, Illyés Gyuláról megemlékezve Illyés napot rendeztek. A rendezvény arra volt hivatott rávilágítani, hogy az egykori költő-író életműve ma is tovább él a térségben. Szerettük volna azt megmutatni, hogy Illyés Gyula nem csak a múltban vagy az elmúlt évtizedekben jelentett sokat, hanem a mai napig nagyon sokat jelent a mai nagy közönség számára is, és ez különösen fontos itt Szekszárdon, Tolna megyében. Hogy miként lehet hozzányúlni az elmúlt század számunkra egyik legkiemelkedőbb alakjának hagyatékához, azt egy rendhagyó irodalomóra, egy versfilmpályázat és egy interaktív kiállítás formájában mutatták meg a résztvevőknek. A rendhagyó irodalomóra egyrészt az egymondatos arnokságról című Illyés Gyula versről szólt, másrészt ennek a versnek a későbbi és főleg ilyen rendszerváltás utáni átiratairól. Nagyjából az lett volna a cél, hogy bemutassam, hogy hogyan lehet ma értelmezni az egymondatos arnokságról, illetve hogy ami ennek a versnek kapcsán Illyés Gyulából fennmaradt és érvényes, azt valamilyen szinten fel tudjam mutatni. A sokat emlegetett verset például a Koszorú című kiállítást életre hívó környezetkultúra szakos hallgatók és oktatóik is felhasználták. A nem rövid költeményt ezúttal azonban csak körbe-körbe sétálás közben lehetett végigolvasni. De a tárlat attól is interaktív volt, hogy a közösségi oldal bejegyzésekként kiállított művekhez akár hozzászólásokat is lehetett írni. A nap során a hagyományokhoz híven megyei és városi intézmények képviselői megkoszorúzták az épület előtt álló Illyés szobrot is.
Decsen rendezték meg idén a Tolna megyei nyugdíjas találkozót. Az eseményre ezúttal a költészet napjához kapcsolódva került sor, a házigazda pedig a decsi önkormányzat volt. A programok részeként a szépkorúak egyebek mellett vers és prózamondó versenyen is részt vehettek. A versenyen 14 nyugdíjas klub tagjai mérték össze felkészültségüket. Az idősek is igenis szeretnek verset mondani, és tudnak is. Nagyon fontos ez, mert az idősek nagyon sokan megélték azt, amit elmondanak, és nagyon jónak tartjuk, és példaértékűnek a fiatalokkal szemben. Regionális híreink következnek. Új épületben az Egyetem Nemzetközi Oktatási Központja 900 millió forintból fejlesztettek. A mezőgazdaság versenyképessége a tét, aláírásgyűjtésbe kezdett a kormány és a kamara. Sertés, vad és marha húsok. Ismét sonkaversenyt rendeztek Szentlőrincen. Új helyre költözött az Egyetem Nemzetközi Oktatási Központja és az Idegen Nyelvi Központ. A PTE Damjanics utcai épületét újították fel 900 millió forintból, ahol helyet kapott a két intézmény. Itt bonyolítják majd egyrészt a külföldi hallgatók nyelvi és szakmai előkészítő tanfolyamait, illetve az ECR rendszerű nyelvvizsgákat. Átvágják a nemzeti színű szalagot a Pécsi Egyetem felújított épületénél hétfőn. Ebbe a Damjanics utcai épületbe költözött az intézmény idegennyelvi központja és a Nemzetközi Oktatási Központja. A Nemzetközi Oktatási Központban készítik fel az egyetem külföldi diákjait, hogy sikeresen el tudják kezdeni tanulmányaikat. Ez az egyik legprofitábilisabb tevékenységünk is az egyetemen. Amit érdemes fejleszteni, amit érdemes bővíteni. El kell mondjam azt is, hogy természetesen nem minden hallgató, aki itt a Nemzetközi Oktatási Központ előkészítőjén részt vesz, jelentkezik a Pécsi Tudományi Egyetemre, de nagy többségük igen. Minél több külföldi hallgató tanuljon Pécsen, ez a kormányzat szándéka is. Ezért támogatják például ezt a beruházást többek között, mondja az egyetem kancellárja. Volt nyitottság a kormány részéről, hogy ezt a fejlesztési programot, az egyetem nemzetközi versenyképességét, annak a javítását megtámogassa. Másik oldalon volt egy nagyon erős belső igény, hogy az oktatáshoz kapcsolódó körülményeket, az infrastruktúrális hátteret igenis javítani kell. Lépést kell tartani a körülöttünk lévő világ kihívásaival, versenyképességet akarjuk javítani, ahol megfelelő minőségű környezet is kell. Az idegen nyelvű képzéseket az orvosi karon indították 30 éve. Akkor lépett ki a nemzetközi oktatási világpiacra Pécs, mondta az átadáson az oktatási államtitkár. Ez a világpiac egy nagyon kemény piac. Ebben a Pécsi Tudományegyetem oktatói, de mondom hallgatói közössége is bejelentkezett, megmérette magát, és nem találtatott könnyűnek. Az egyetem nemzetközi ismertségének, külföldi hallgatói létszámának növekedésének a város is nyertese. Ezért fontos minőségi növekedés a most átadott központ, mondta Pécs polgármestere. A közös terekben együtt vannak a más nemzetiségű hallgatókkal, éppen a sajátjaikkal, kulturális programokra van itt lehetőség, nyelvi képzésre, mint hallottuk, és sok minden másra. Tehát egy ilyen központra tényleg, ahogy mondják, egy falat kenyér van szükség, és örülök neki, hogy ebben a régi patinás házban, ebben az épületben ezt mind meg tudják kapni a hallgatók. Az épület földszintje és első emelete a Nemzetközi Oktatási Központé. Itt kapnak nyelvi és szakmai előkészítést a külföldi diákok. A második emeleten az idegen nyelvi központ kapott helyet, ahol az ECL típusú nyelvvizsgákat tehetik le a jelentkezők. A 3200 négyzetméteres épületben egy 234 fős konferenciatermet is kialakítottak, valamint 700 főnek nyújthatnak egyszerre oktatást a tantermekben. A kormányzat modern városok programjából valósították meg a beruházást 900 millió forint értékben. A magyar mezőgazdaság az elmúlt időszakban Európa egyik leggyorsabban fejlődő ágazata lett. Az elért eredmények kerülhetnek most veszélybe, hiszen az Európai Parlament javaslata szerint a gazdálkodók támogatását 20%-kal csökkentenék, amelyet a migráció támogatására használnának fel. Erről beszélt Feldman Zsolt államtitkár Lengyel Tótiban. Ennek megakadályozása érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Szaktárca közösen indított aláírásgyűjtést.
Országosan 160 ezeren, míg Somogy megyében már több mint 8 ezeren írták alá azt a petíciót, amely a magyar gazdák érdekeit védené a következő 2021-26-os uniós költségvetési tárgyalások során. A térség országgyűlési képviselői ezért is tartják fontosnak, hogy tájékoztató fórumokat szervezzenek, ahol Brüsszel terveiről tájékoztatják a termelőket. A kormányzat eltökélt szándéka a magyar mezőgazdaság és gazdálkodók érdekeinek képviselete, az eddig elért eredmények fenntartása, további fejlesztése, ösztönzése. Mindez veszélybe kerülne, ha megvalósulna az Európai Parlament terve, miszerint a következő támogatási ciklusban az erre fordítható költségvetés 20%-kal csökkenne. Magyarországon ez azt jelenteni, hogy lényegében a ma 2014-2020 között Magyarországra érkező 12,3 milliárd eurónyi Európai Uniós forrás helyett a 2021-26-es időszakban 2 milliárd euróval kevesebb támogatás érkezne Magyarországra értékében. Ez pedig jelentősen visszavetné azt a folyamatos fejlődést, amelyet a magyar gazdálkodók 2010 óta elértek. A támogatás csökkentése mellett a tervezet szerint ugyanakkor nőne a bürokrácia is. Még több adminisztratív terhet róva a magyar gazdákra, figyelmeztetett az államtitkár. Siófok marketing koncepciója is bemutatkozott az Országos Város Marketing Díj konferencián. 2018-ban Siófok nyerte a Marketing Fővárosa címet, így ezúttal a házigazda szerepét tölthette be. A rendezvényen a megyei és települési önkormányzatok, a turisztikai, kulturális és civil szervezetek is képviseltették magukat. Siófok 2017-es marketing tevékenységéért tavaly megkapta a Marketing Fővárosa díjat. Ez pedig a szakemberek szerint a tudatos építkezés eredménye, amelynek elsődleges célja az volt, hogy Siófok ne csak buli fővárosként legyen ismert. Éppen ezért a családbarát, a kulturális, sport, valamint a gasztrorendezvények kerültek a középpontba. A 2019-es év kommunikációja az már nem csupán a rendezvényekről szól, hanem élményígéreteket szeretnénk a különböző kommunikációs csatornákon keresztül a potenciális célközönségnek üzenni, úgymond, hogy itt Siófokon minden évszakban és minden területen megtalálja minden korosztály a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. A Marketing Fővárosa díjra pályázhatnak a települések különböző programjaikkal, rendezvényeikkel, amelyeket a szakmai zsűri szigorú és mindenre kiterjedő szempontrendszer szerint értékel. Jól meg kell határozni a célcsoportot, jól kell a költségeket. Nem szabad sokat költeni, tehát hatékonysági szempontok vannak. Mérni kell a eredményeket. És hát a megvalósításnak a technikai, módszerbeli elvárásainak kell megfelelni. Tehát igazából egy kicsit ez olyan ez a marketing díj, hogy szeretnénk, ha a marketing szakmai sztenderdjei erősödnének, és egyre kevesebb fölösleges költés, rosszul megvalósított program lenne. Az idei konferencián, amely az Országos Város Marketing Díj program keretében valósult meg, a résztvevők a marketing tervezés részleteiről és fontosságáról hallhattak előadásokat. Idén harmadik alkalommal rendeztek Szentlőrincen sonka versenyt. A húsvétváró rendezvényre a helyi termelők nevezhettek húskészítményeikkel, ugyanis a sonka mellett például kolbászok is szerepeltek a sorban. Az íz, a küllem és az állag alapján értékelte egy öttagú szakértő zsűri a mintákat. Idén bajai termelő nyerte el a legjobb sonka díját. Sonkák és kolbászok sorakoznak az asztalon. Idén már harmadik alkalommal mérhetik össze a tudásukat az ilyen hústermékek készítői a Szentlőrinci sonka versenyen. A megmérettetésre helyi termelők nevezhettek. A rendezvény célja, hogy a résztvevők megismerjék egymás termékeit és tanuljanak egymástól. Ez is egy olyan fajta közösségi térré tud válni, ahol tudnak találkozni, tapasztalatot cserélni. A vásárlóknak pedig azért értékes, egyrészt van egy üzenete, hogyha helyi termék előttől helyi terméket vásárolunk, mert mindig mondom, hogy ő az arcát adja hozzá, és ettől hiteles a termék maga is. A húsvétváró rendezvényen zsűri értékelte a sonkákat és húskészítményeket. Az íz, a küllem és az állag alapján pontoztak a bírák. A húsok nem csak sertésből, hanem például vadból és marhából is készültek. Én alapvetően a hagyományos sonkákat szeretem, ami sópácolással készül, és azt követően füstölésre, és talán a hagyományos húsvéti parasztsonka az, amelyik a kedvencem, ilyet is sikerült kóstolni.
Végül a bajai Mikosevics Tibor nyerte el a legjobb sonkadíját. A termelő egy 15 hónapos levegőn szárított termékkel nevezett, a zsűri pontszámai alapján pedig ez a húskészítmény lett az idén a legjobb. Végül mutatjuk, miről szólt a híradó. Vika végzett a nővel, az áldozat munkáltatóját most ítélték el. Közel 1200 embert hurcoltak el Bonyhádról 1944-ben. Jövőkép. Diákokat keres fel Szekszárd polgármestere. Íj és nap az egyetemen. Egykori névadójukról emlékeztek. Tolna megyében szerdán folytatódik a jellemzően napsütéses időjárás. Mérsékelt északias légmozgás mellett délután megszaporodhatnak a gomoly felhők, de marad a napsütés. Eső nem várható. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!